Na most ezt én nem onnan tudom ám, hogy ilyen nagyon okos vagyok, meg 130 éves, hanem onnan, hogy a könyvtárunkban Szentesi Alajos művei sorra megnézhetők, megtekinthetők, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ő munkássága, ugye, mint egyszerű sporttörténész, tanár, oktató és sportoló is, nagyon nagy kihatással van Paksra, Paks mai világára is. Sporttörténeti érdekességeket sorolt a paksi futball és kosárlabda múltjáról Szentesi Alajos kutatásait idézve Nagy Balázs önkormányzati képviselő, a Pákolic István városi könyvtár igazgatója, az egykori testnevelő tanár, edző, sporttörténész életéről szóló kiállítás megnyitóján október 30-án a Városi Múzeumban. Az eseményen Szentesi Alajos tanítványa Kovács Balázs is felidézte emlékeit, köztük az első találkozás élményét is, amely a Duna túlpartján az 50-es évek második felében történt meg. Nyári napokon mindig megjelent egy jó kiállású, sportos, magas férfi, és kiszállt egy fehér színű, gurulóüléses csónakból. A paksiak, akik a Vladikon szocializálódtak, nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a csónak formával, elnevezték legattának. A kiállítás ötletével Szentesi Alajos családja kereste meg a Városi Múzeumot. Egy nagyon fontos hiánypótló kiállításról van szó. Örömmel adtunk segítséget a családnak. Én úgy gondolom, hogy Paks történet, sporttörténetének egy meghatározó kutatójáról is beszélünk Szentesi Alajos személyében, és ez a kiállítás egyébként jól illeszkedik a Paks Nagy Monográfia sorozat tervezett köteteihez. Ez is egy olyan terület, ami nyilván Alajos bácsinak a kutatásain alapulva reményeink szerint tovább tud folytatódni. A kiállító teremben sok más mellett fotókat, képeslapokat, Szentesi Alajos bizonyítványait, írógépét, fasílécét és számos sporteszközét, személyes tárgyait láthatják az érdeklődők. Szinte valamennyi a család felajánlása. Szentesi Alajos fia meghatottan látogatta meg a tárlatot. Nehéz sírás nélkül. Annyira gyönyörű. Nagyon el vagyunk varázsolva. Semmi nem maradt ki belőle. Még lehetne ötször ennyit, tízszer ennyit kitenni, de hát apunak nagy volt az életműve, úgyhogy, de semmi, ami lényeges, az mind a falon van, mind a tárlókban van, úgyhogy csak gratulálni tudok. Szentesi István szerint édesapja világcsúcs tartó volt, hiszen Lala bácsi tanítványai közül 56-an választották a testnevelő tanári hivatást. A kiállítást, amely a Városi Múzeum nyitvatartási idejében megtekinthető, Kövi Ónodi Gyöngyi néprajzmuzeológus rendezte.